Hello, srácok a nevemelen. Ez pedig egy gyors talpaló Shadowlands első rendjéhez, Castle Natriához. Castle 10 boss fog nekünk tartogatni. Megpróbálom összefoglalni mind a 10 bossnak a képességeit ebben a videóban. Mivel sajnos beta időszak alatt a gildünkkel nem tudtuk leütni a rélet, így mások munkáiból kellett összevágdosnom azt, hogy mire kell odafigyelnünk. Az eredeti videókkal kapcsolatos linket a leírásban megtaláljátok. Az első boss, aki az utunkat fogja elni, egy óriás denevér lesz Shriekwing. A bossnak két fázisa van. Az első fázisban a tankoknak figyelni kell az Exsanguinating byte hiszen a menta minden harapás után kapni fog egy Exsanguinating debuffot. Minden egyes debuff 10%-kal csökkenti a bejövő hiet és 1 kal növeli a bejövő damage -ot. A következő dörr lesz az Earth Splitting shield, ez egy of damage lesz feladatunk, hogy elbújunk egy oszlop mögé. A spell közben a boss nem mozog, így a tankok is elbújhatnak az oszlop mögé. Fontos, hogy a spell végén mindenki le fog rakni egy piros tócsán, hogy sporoljunk a helyen, mindenki egy oszlop mögé álljon és próbáljunk egymásra állni. A boss ezt a spelt kétszer fogja eltolni phase 2 előtt. A következő dolog, amire figyelnünk kell, az pedig az Echo location. Random fog kiválasztani két 3 playert. Ezzel a debuff szépen kifutunk a pálya szélére, hiszen hogyha a debuff lejárólunk, amellett, hogy fizikai damage kapunk, egy piros területet is le fogunk rakni. A következő dolog lesz a blind swipe. Ilyenkor a boss egy nem aggrozó player irányába karmol egyet. A swipe hossz a 12 yard, ezért csak a melee esetnek kell dodge a ringedek alapvetően próbálja, mert 12 yardnál messzebb állni a boss És a boss néha sikítani fog, amitől minden player kapni fog egy debuffot. A második fázisban a boss körül megjelenik egy nagy piros kör. A körön belül azonnal meghalunk, szóval kerüljük el a boszt. t Közben folyamatosan jönni fognak a kis echoing szonárok, ami próbálja meg minél ügyesebben kerülgetni. Ha véletlenül egyet felszedünk, akkor nem csak saját magunkat fogjuk lesebezni, hanem mindenkit, aki ott jardon belül közel áll hozzánk. A második bosszunk Huntsman Altimore. Fontos, hogy ezen a fighton folyamatosan a petjét támadjuk a bossnak. Ez azért fontos, mert a pet damage-et százalékban megkapja a boss És ha meghal valamelyik petje, hiszen meg később többet is le fog idézni, akkor megkapja a Broken Bond debuffot, amit kal többet tudunk rajta sebezni. A boss két különböző ability fog felváltva használni, ez a kettő pedig a Scene Seeker és a Spreshet lesz. A Spreshet voltaképp egy Barrage lesz, egy random irányba fogja majd használni a boss, a Sin Seeker Ability-nél pedig három player fog kijelölni a boss. Meg fog jelenni egy piros vonal, a piros vonalban ne álljátok bele, hiszen annál több damage kap majd az eredeti player, aki ki lett jelölve. Hogy ezt a két ability minél könnyebben kikerüljük, próbáljuk a boss szépen körbeállni. A fight alatt három darab különböző pet lesz, mind a három petnek különböző képességei vannak. Az első petet Margornak hívják, a tankoknak a bleed effect miatt kéztekkenként váltogatniuk kell ezt a medvét. Ha pedig Margor kijelöl egy playert egy piros körrel, akkor próbálj minél többen ráállni erre a playerre, hogy csökkentsük a damage -ot. A következő pet lesz Bargast. Az első fontos dolog, hogy Bargast távol tankoljuk a boston hiszen néha el fog kasztani egy Ripflow képességet, ami egy Love és Friendly lelket fog megjeleníteni. Ez a lélek lassan indul a boss felé, és hogyha beér, akkor wipe -olunk. Fontos, hogy a hídek minél hamarabb felhíleljék ezt a lelket. A másik dolog meg, amit Bargast csinál, az pedig a Shade of Bargast. Ezeket az adokat cízni kell, hiszen minden CC után egyre nagyobbakat tudunk majd ráütni. A harmadik pet pedig Hekutis. Hekutis a legjobban a tankoknak kell vigyázni, hiszen a medve, ahogy csapja az egyik tankot, folyamatosan felpakol rá egy Crashing Stone nevezetű debuffot. A debuff a tankról úgy esik le, hogyha a tank elkezd mozogni. Viszont minden egyes elveszett debuffal a raid damage-et fog okozni a tank. A többieknek pedig figyelniük kell arra, hogy spóroljanak a helyen, hiszen random playerre fognak kapni Petrifying Hout, ami, hogyha lejár róluk, egy sebzőt fog maga után hagyni. Következő bosszunk a Sun King Salvation. A boss két fázisa van. Az első fázisban feladatunk felhíleni Keltaszt és megölni az addokat. Keltaszt lehet híleni a hagyományos módon, plusz lesz egy lehetősége, ahol a saját hp tudod odaadni Keltasznak. Az első fázisban próbálj meg szétszóródni, amennyire csak lehet. Az addokat öljétek le prioritás szerint. Ha kis piros orb mindenképpen hívegye vegye föl, hiszen megdöveli a healingjét. 40 ne figyeljünk oda, hiszen már megjelenik Shade of Keltasz. Megjelennek a jól ismert fixételős főnixek, amíg hatyardon belül folyamatosan sebeznek mindenkit, a maguk után tüzet hagynak, és miután meghalnak, egy idő után fel is fognak kelni még egyszer. Lesz még egy szókulós so ability az Ember Blast, ami hogyha berobban, akkor szintén egy tüzes területet fog hagyni maga után, ha pedig Shade of az eléri az 50% HP-t, kezdődik előre az első fázis. A negyedik boss Artificial Zymax. A boss fight leglényegesebb része a portálok. A Dimensional Tia debuffot két ember fogja megkapni. Próbáljam meg ez a két ember minél távolabb elfutni egymástól. Hogyha ez a debuff lejár, egy kis portál marad majd a földön. Bárki, aki ezen a portálon bemegy, a másik portálon fog kiukadni. Ez egy fontos mechanika, hiszen később lesznek adok, akik fixételni fognak téged. Mivel ezeket az addokat nem lehet targetelni, és nagyon gyorsak, ezért csak úgy tudod megoldani, hogy elszökszelődjük, hogyha használod ezeket a portálokat. A tankoknak váltani kell minden egyes glyphot Distraction után, és amelyik tank megkapja a glyphet, fusson ki a rédből, hiszen ha róla egy hatalmasat fog robbanni. Lesz még ezen kívül egy Rift Blast, amit csak próbáljunk meg kikerülni és lesz egy állandó debuff damage, ami majd pattog minden playerre. A második fázisban meg fog jelenni 6 darab kék mag. Ezeket a magokat össze kell gyűjtenünk, és egy darab helyre kell lepakolnunk őket, hiszen a magok egy idő után fel fognak robbanni. Itt is majd a portálokat használjuk, hogy el tudjunk menekülni a robbanás elől. A harmadik fázisban a pálya közepén meg fog jelenni egy hatalmas nagy fegyver. A fegyver folyamatosan próbál minket beszippantani. Bárki, aki bele fog a fegyvernek a körébe, damage-et fog okozni az egész rédnek. Itt érdemes használni minden movement ability plusz még a portálokat is, hogy minél hamarabb kikerüljek a körből. Ötödik bosszunk In Destroyer. A tankok itt is cserégetnek, hiszen a boss minél többet üt egy tankot, annál több HP-t fog belőle visszaszívni. Két random player Glatanas miatt már nevezett debuffot fog rakni, ami alatt egyáltalán nem lehet őket és folyamatosan shadow damage-et fognak kapni. Ha ezt a debuffot megkaptad, oda kell állnod egy olyan player mellé, aki körül van egy kis kör. Így folyamatosan leechenni fogod az ő hp -t. A Következő dolog, amire figyelünk, az pedig a volatile ejection. Ilyenkor egy kék nyíl fog megjelenni a fejed fölött. Aki nagy ilyen megjelenik, próbáljon kifutni a rédből, hogy a többieket ne érje el ez a támadás. Fontos, hogyha már egyszer kaptál be damage-et, rajtad marad egy debuff, és a következőben már biztos bele fogsz halni. Következő dolog pedig az expans. Ilyenkor egy kék kör jelenik meg körülöttünk, próbálja meg elállni a többiektől, hiszen le fogunk rakni egy gömböt. A gömböket próbáljuk meg összeszedni, hogyha van valamilyen defenzív ability viszont nélkül ne nagyon futkározunk bele, mert hamar meg fogunk halni. Az utolsó ability, amit használ a boss, az pedig a konzum. Ilyenkor a boss elkezdi szívni a hp nkat viszont minél távolabb állunk a bosszta, annál kevesebb HP tud elszívni. Következik hatodik bosszunk, Lady Nerva. A bosznak négy alapvető mechanikája van, amit hogyha nem kezelünk rendesen, akkor mellékhatásai lesznek. Fontos dolog, hogy a tankok váltsanak késztekkenként, a repülőflaskákat elkapják a playerek, a harmadik dolog már egy kicsikét rükkösebb, három kis vörös orr fog megjelenni a pályán. Ezek az orbok egy idő után felrobbannak és rédemizet okoznak. Viszont el lehet őket tüntetni. Eltüntetni úgy lehet őket, hogy három random player körül fog megjelenni egy piros lézer. Ezekkel a lézerekkel úgy kell állni, hogy pont legyenek a gömbökkel a negyedik pedig egy addos ability. A boss 3 random playerre fog ráállni három piros kör. Ezekkel a teletikkel szépen ráállunk a bossra, úgy, hogy fedésben legyenek a telletik, viszont a playereket ne érjék. A felrobban a területi háromat fog kijönni. A nagy adót a tank leszi fel, a másik kettő pedig szakítsátok, ahogy tudjátok. Fent is a jelezni fogja nekünk, hogy melyik hordóban éppen mennyi anima van. Mindegyik hordó a négy alap spell fogja megbonondítani. Az első hordó például a tankokat fogja érinteni. Először csak egy player fogja megkapni azt a damage-et, amit a tank kap be, később már több player fogja megkapni a tank demiget, és a tankváltás után a tanknak ki is kell futnia a rédből, hiszen fel fog robbanni. Az üvegcsés hordónál az elején csak bele kell állni és el kell kapni az üvegcsét, 50%-tól viszont meg már elkezd tovább pattanni. Plusz minden egyes pattanásnál egy területet is le fog rakni. Szorbos hordónál ugye az elején simán gömböket pakol le, viszont nagyobb százalék ezek a gömbök elkezdenek forogni és lézert lőni. Viszont ebben az esetben is azoknak a playereknek kell eltüntetni ezeket a gömböket, akiket összeköt majd a boss piros lézerrel. Az addos hordónál pedig arra figyeljünk, hogy nagyobb százalékon maga a területi is majd szét fog robbanni és ezt a damage-et próbálják meg dodgyolni. Szóval a dióhéjban a tankok váltsanak késztekkenként, a rangerek minél jobban szóródjanak szét az egész teremben. Addokra fókusz, először a kicsi addokat szakítani, megölni, majd utána a nagy addot, és figyeljünk, hogy a boss éppen melyik hordóra switch át, és arra is, hogy azt a hordót, amit már nem használja, drainejék le. Hetedik boss, Council of Blood. Első fontos dolog az, hogyha az egyik boss megöljük, a másik kettőnek fúra megy a hp -e. De fókuszáljunk most egy bizonyos kies arra is fókuszáljunk a fight alatt, hogy ez egy single target fight. Tankoknak itt is majd váltogatniuk kell, hiszen két boss is van, aki stackkel majd. Így a legjobb megoldás, hogyha az egyik tan fogja Nikolaoszt egy Fridát, a másik tan pedig egy idő fogja Stavroszt. Stavroszt azért is érdemes külön tankolni, hiszen néha a tank hátra mögé teleportál és egy vonalba charge -ol. Fontos, hogy Fridának a spellje folyamatosan szakítsuk, hiszen hogyha bekaszolja az egész rét fogja kapni a damage -et. Frida képességei között van az is, hogy három random embernek elkezdi szívni a HP-ját, ezekre fokozottan figyeljünk oda a hílekkel. Stavrosz mindeközben össze fog kötni két embert, akik folyamatosan telleti fognak lepakolni. Fontos, hogy ez a két ember össze van kötve, így együtt kell futniuk és együtt kell lepakolni ezeket a kis területeket. Hogyha pedig Frida eléri az 50% HP-t, indul a táncoló sevent. Minden egyes playernek ki lesz jelölve a hely, ahova oda kell állnia időben. Hogyha elrontod a lépéseket, damage-et fogsz kapni. Táncolós hevet után több add is meg fog jelenni. Az első pakkot Niklaus fogja behívni, ezek folyamatosan fixételni fognak, próbálják őket behúzni magához a bosshoz, és ott klívejük le őket. A másik boss pedig Fridának próbál majd segíteni. Fókuszáljuk ki minél hamarabb, és öljük meg. Fontos, hogy 50% alatt megjelennek a táncosok is. A táncosokat nem lehet kitergetelni, próbáljuk őket dodgyolni, ha nem sikerül, le ne fognak minket tanulni. Fontos, hogy csiszoljuk a VSD skinünket hiszen minden boss 50% HP-nál meg fog ajándékozni minket egy táncolós eventtel. 8. boss Sludge Fist A tankok szépen egymáson állnak és úgy tankolják a boss. Figyelünk, hogy amikor a boss használja a Destructive Stompot, akkor elfutunk előle. Fontos, hogy a boss stomp közben ne romboljon le egyetlen egy oszlopot sem, hiszen a későbbi ebben még szükségünk lesz rá. A következő ability, amire oda kell figyelnünk, az a Chain Link. Két embert fog a boss összekötni láncokkal. Viszont itt nem eltörni kell a láncokat, hanem tényleg egymáshoz közel maradni hiszen hogyha 12 yardnál távolabbra megyünk egymástól, akkor meghalunk. Következő dolog, amit dodzsolnunk kell, az pedig a Falling Rubble. Tipikus leszakad a plafon, szépen a stability. ability. egy nagy raid damage amikor a boss elővölti magát, ilyenkor el is fog lökni minket egy picit. Ha pedig a boss eléri a 100 réget, akkor jön a legfontosabb rész. A boss ilyenkor kijelöl egy random player, aki előtt playernek nagyon gyorsan egy oszlop mögé kell állnia, hiszen hogyha nem így tesz és a boss a falnak megy, azonnal wipe fogunk. Négy oszlop van, négy darab ilyen charger, szóval figyeljünk oda a DPS-re. 9. boss Stone Legion Generals a boss fightnak három fázisa van, ahol az első két fázisban külön-külön harcolt meg a bosszokkal, míg a harmadik fázisban együtt jön az összes. Első fázisban General call kezdünk. Próbáljuk a map közepére húzni a boss -t. Első dolog, amire figyelnünk kell, az a Wicked Blade. Egy penge fog a kijelölt emberek között pattogni, majd visszatér a bosshoz. Próbálj dodge hiszen elég erős bleed debuffot kapunk. A híle pedig figyeljenek oda a diszpelezésre. A tankoknak itt is váltogatniuk kell, hiszen kapni fognak bleed effektet. Viszont van egy lehetőség, hogy a tank és a playerek is leszedjék magukra ezeket a bleed effekteket. első lépés, hogy egy random player kapni fog egy Crystallize nevezetű spell -t. Ha ez a debuff lejár, akkor minden benne lévő player le fog stunolódni. Ezzel egyidejűleg el is tűnik róluk az összes bleed effekt. A tanult playerekről pedig a stun csak akkor fog leesni, ha megérkezik a Pulverizing Meteor. De viszont mivel ennek a Meteornak sokkal nagyobb a damage -e, mint a playerek HP-ja, is segítenünk kell szókolni. Az első fázisban lesz még egy addunk, amit az off kell tankolni és a DPS-eknek minél hamarabb megölnie hiszen ezek az addok fognak kis anima orbokat dobni. Az anima orbokat arra kell használni, hogy megtörjük majd vele Kálnak a pajzsát. Kál 50% HP-n felrak magára egy stone skin. A stone skin úgy tudjuk megtörni, hogyha az addokból kiesett anima orbokat, oda visszük Prince Renatalnak. Viszont arra figyeljünk, hogyha Prince feltöltödik az anima orbokkal, egy hatalmas lökés hullámot fog csinálni. Ezután kezdődik a Phase 2. A második fázisban ugyanúgy figyelnünk kell a pattogó pengékre. Grasha használni fogja a Stone Fist, amiből késztekkel szedjen fel az aktuális tank, majd utána cseréljetek. A Stone Fist során a boss maga elé csap, tehát a másik tank ne álljon ott. Grushan nyomni fog egy Seismic belt, ilyenkor jól ismert földoszlopok fognak kijönni a földből, próbálják őket dodzsolni, és néha ki fog jelölni egy player sárga nyíllal, akire rá fog ugrani a boss. Fontos, hogy ezt a damage ne kapja be senki se kétszer, hiszen az is halálos. 50%-nál megint jönnek az addok, összeszedjük az anima orbokat, oda visszük megint Princess, aki hogyha feltöltődik, megint lerobbantja róla a sietet. Ezután következik a harmadik fázis, ahol mindkét bosszal fogunk harcolni. A harmadik fázis lesz a legnehezebb, szóval ide tartogassuk meg az összes 7 cd és a BL-t is, hiszen az első és második fázisból az összes ability itt a harmadik fázisban össze fog sűrűsödni. És jöjjön az utolsó boss, Denatrius. Az utolsó bosszunknak három fázisa van. Az első dolog, hogy a fight már is egy debuff fogjuk kezdeni. A Burden of Symbol már egy 5 fogunk kapni ezt a debuffot a boss le fogja rólunk szedni. Viszont ahogy egy debuff leesik rólunk, addok is fognak idéződni. Így fontos két gruppot csinálni. És szépen tudjuk azt kontrollálni, mennyi adó fogunk leidézni. Az addok raid damage okoznak, szóval halljanak meg minél hamarabb. Következő ability a Blood Prize. Ilyenkor a boss meg fogja az egész raid -e, felemeli a levegőbe, majd utána földhöz csapja. A damage mértéke pedig attól függ, hogy hány embernek van azon számú debuff stackje. Tehát, hogyha például mindenki kettes debuffon van, akkor wipe -olunk. 100 energy a boss le fog rakni egy hatalmas tetteret, és át kell futnunk a terem másik végébe. 70%-on indul egy intermission, ilyenkor minden playert el fog magától lökni a boss, Feladatunk, hogy minél hamarabb odaérjünk a bosshoz. A dolgot nehezíti, hogy lesz egy köd, ami folyamatosan sebez minket, ezen kívül akik nem tudták leszedni magukról a stacket, azok még lassítást is kapnak. Ha ezt túléltük, akkor kezdődik a második fázis. Egy új platformon fogjuk találni magunkat, ahol a bosszal is harcolunk egyszerre és addokkal is. Feladatunk itt megölni az addokat, dodge a különböző ability és a boss hp levenni 40%-ra. Az egyik tank a boss tankója, a másik pedig a bossnak a kardját. Az adnok mindig majd egy oldalt fognak csak spammolni. A rangeretnek kell leszedni azokat, amelyikhez a Mili nem tud odaérni értelemszerűen, a Mili pedig figyeljen arra a két adra, aki megjelenik a kapuknál. A tankok váltsanak szépen minden egyes fracking pain után, fontos, hogy a botnak ezen képességével az adokat is lehet sebezni. Denatrius majd néha magához ránt minket, ilyen komoly fussunk el tőle, ha pedig Denatrius az egyik tükör mellett tankoljuk, akkor az ilyen ne egyszerűen csak menjünk át a tükrön és ki fogunk jönni a terem másik végén. Ternatrius kardja pedig néha kiválasz három random playert, ezeknek a playereknek külön kell szépen állni és megvárni, ameddig a kard szépen végig szurkálja őket. Fontos itt is, hogy a kard útjába senki ne álljon. Ha a boss eléri a 100% energy le fog idézni hatalmas kardokat, amiket meg ki kell 40% HP-n pedig indul a harmadik fázis. A boss ilyenkor már kezébe veszi a kardot és ezzel fog harcolni, ha mi véletlenül maradtak volna a azok be fognak teleportálni ugyanoda, ahol a boss lesz. A tankoknak váltani kell 3-4 Hand of Distraction a harmadik fázisban is lesz, viszont itt már nem tudunk átmenni a tükrökön, szóval figyeljünk oda, hogy időben érjünk ki a bossnak a hatóköréből. Viszont új ability -e lesz a Shattering Pain, ilyenkor mindenkit el fog lökni magától. Az aktuális tank meg elég durva damage fog kapni. Ezen kívül egy random player kapni fog egy Fatal Finesse nevezetű debuffot, ezzel szépen fussunk ki a raidből. És ha a boss eléri a 100% energiát, akkor megint elindulnak az óriás kardok. Viszont ezek a kardok le fognak vágni egy részt az egész pályából, ahova már nem állhatunk vissza. Így mindenképpen azelőtt kell legyőznünk a boss, hogy elfogyna a helyünk. Ezek volna a srácok azok az alap dolgok, amikre oda kell figyelni a normál réden. Később, hogyha lesznek és videóink, akkor már saját videóból fogom összedolgozni és kiegészíteni a taktikai videókat. Addig is, hogy tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, Twitch-en megtaláltak ugyanúgy Ellen Werner néven. Ha pedig bármi jellegű kérdésetek van, nyugodtan írjátok a lent található e-mail címen, és tudjátok, én Ellen Verne voltam, és találkozunk a következő videóban.